Sziasztok, én Kodi vagyok. Sziasztok, én Dave vagyok, és itt vagyunk kint a DriveCamp pályán, ahol a Csio mozdulgamer mozgalmon belül kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy bemutassuk nektek a mi saját általunk preferált sportot, ami nem más, mint az autósport. Igen, hát eléggé autóorientáltak vagyunk. Ezen a napon segítségünkre lesz még egy profi versenyző is. Kesszei Vivian lesz itt velünk, akivel majd tudunk egy kis interjút is csinálni, illetve megmutatja nekünk azt, hogy hogyan is vezet egy igazi autóversenyző. Úristen! Átestem hozzád! Mint ahogy általában minden mai fiatalabbnak a Need for Speed volt az nálunk is, ami inkább övezett minket ebbe az autó szeretetbe. Régen, amikor játszottunk ezzel a játékkal, az autó hangba, a gyorsulásba, a kanyarodásba, a tapadásba, mindenbe beleszerettünk, és ez ugyanúgy most is megmaradt. I've been watching you. Nem tudom, mibe kapaszkodja. Én sem. Na hát itt is van velünk Kesszei Vivian, akit először mindenek előtt pár kérdésre fogunk megzaklatni. Ő lényegében ma a mentorunká fog válni, így Kodival bemutatja nekünk azt, hogy hogyan is kell lényegében egy autót jól meghajtani. Az első kérdésem az lenne, hogy hát nagy régi álmom az, hogy autóversenyző lehessek, most meg is ragadom az alkalmat, hogy álljak ennek neki, hogyha én azt szeretnék lenni. Először is általában az autóversenyző gokártól kezdik a pályafutásukat, hogy ezzel építik fel magukat az első lépéseknél. Ugye a gokárt az hátsó kerekes meghajtású, ezért nagyon koncentráltan kell vezetni, illetve eléggé fitnek kell ahhoz lenni. Mindahogy lehet rólunk tudni az, hogy mi gamerek vagyunk, te pedig hát ugye autóversenyző. Hogyha ezt a kettőt valamennyire össze kellene kötni, akkor valahogy a szimulátor versenyzésnél kötünk ki. Hogy például a Forma 1-es pilóták szoktak szimulátoron ugye edzeni, nem tudom, hogy nálad ez jelen van, szoktál? Most egy decembertől szimulátorral fogok felkészülni a következő évre, ugye eddig én soha nem szimulátoroztam, mindig csak igazi versenyautókat vezettem. Úgyhogy most ebbe a gamer világba becsatlakozom. És egyébként milyen felkészülés kell egy az autóversenyzéshez, mind úgy fizikailag, mind úgy egészségügyileg? Mivel nagyon sok gér éri a versenyzőket, ezért nagyon fontos, hogy fittek legyenek minden versenyre. Ami azt jelenti, hogy ez egy normális edzést vesz igénybe, mint egy személyedzővel. Illetve van mellette egy olyan edzés, ami kimondottan a versenyzésre épül fel, tehát koordináció, perifériás látás, fejlesztése, úgyhogy ez egy heti 5-szöri alkalmat vesz igénybe. Wow. Valami ilyesmi érzés lehet, amikor szül valaki. A férfiasságom ekkorára ment össze, érted? Én eladom a Subarut és veszek egy rollert. Thank you.